A reformkörönbeli gyógyászat, a járványok. Az évszázad legpusztítóbb járványa a kolera volt. Magyarországon 700 tombolt, több, mint 1 millióan haltak bele. 1817-ben indult Indiából, Magyarországon csak a 30-as években jutott el. A borzalmas igényi viszonyok miatt rendkívül gyorsan terjedt. A kutokba gyakran fertőtlenítőt öntöttek, emiatt és a veszteg zárakozta éhínségek miatt felkelés tört ki. Erős hányást, hasmenést okoz, amiktől az ember egy nap alatt kiszáradhat. A tifusz 10 15 évent pusztított. A 16. században Morbus Hungaricus, azaz a magyar betegség néven ismerték, de először a spanyolországi Granada-város ostrománál jegyezték fel. Az 50-es évek után Magyarországon csak ritkán jelentkezett. A baktérium, ami okozza, a ruhatetű és a fejtetű közvetítésével terjed, hideg, sötét évszakokban. Háborúk állandó belejárói a börtönökben is jelen volt. A tünetei láz, hányás, kiütések. A maláriáról időszámítás előttről is vannak feljegyzések. 18. században az egyik legelterjedtebb népbetegség volt, noha manapság csak a trópusokon található meg. Magyarországon rengeteg mocsaras vidék volt akkoriban, ahol a fertőzés közötti időszúnyogok szaporodni tudtak. Legfőbb tünete a magas láz.